Karácsonyhoz közeledve, az év iskola rendőre, sokan előre rendelték a kenyeret karácsonyra, Karácsony plusz Csilla családjánál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. december 23-án 18 óra 5 perckor. Karácsonyhoz közeledve egy igen nehéz év vége felé a Nagykunság és a Tiszató térsége újra és újra megmutatja, hogy a bajban lévők és a rászorulók számíthatnak az itt élőkre. A Tiszatavi Keresztény Polgári Kör képviseletében Fodor Gusztáv református lelkész úr adott át nagy mennyiségű, kiváló minőségű Hollandiából érkezett bútor adomány törökszentmiklósi, pusztataskonyi és újszászi szociális otthonok részére. Az igazság az, hogy a nevünkben van a válasz. Tiszataviak vagyunk, tiszadelzsi gyökerekkel rendelkezünk. Mind a három alapító tagunknak vannak tiszadelzsi gyökerei, úgyhogy gyakorlatilag a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör születési anyakönyv kivonatán az a szó szerepel, hogy tiszadelzs, mi itt születtünk. Itt jöttünk létre. Ez a település persze természetesen más környező településekkel együtt hordozza azokat az évszázados értékeket, amelyek az elmúlt évtizedekben a kommunizmus alatt gyakorlatilag eltűntek, és mi ezeket az értéket szeretnénk felszínre hozni. Szeretnénk új ruhába öltöztetni, és szeretnénk a jövőben úgy, mint vallásos turizmus, úgy, mint érték, úgy, mint meglátogatható turisztikai élmény megmutatni azoknak az érdeklődőknek, akik gyakorlatilag megtisztelik a Tiszatavat. Hogy miért is, miről is szólt ez a mai nap? A válasz a keresztény szóban van. Mi egy olyan kereszténységbe hiszünk, ami nem szürke, nem nyomasztó, hanem a szeretet nevébe cselekszik. Ma egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem a szemükkel, nem a fülükkel hallanak, hanem a szemükkel hallanak. Azt hiszik el, amit látnak. Mi gyakorlatilag 8-10 évei Tiszadelzsen jótékonykodással foglalkozunk, és ezeket a hagyományokat szeretnénk a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör munkájában megmutatni, és elsősorban nem az egyházak felé szolgálni, hiszen ott van a református szeretetszolgálat, és minden egyháznak van saját szeretetszolgálata, de természetesen velük együttműködve. Inkább a társadalomnak a különböző eddig el nem ért rétegeit szeretnénk elérni, a szeretetünkkel. És a megyét kértük segítségül, hogy mutassanak olyan intézményeket, akik valóban rászorultak, és így került sor arra, hogy a megyétől kaptunk egy hármas listát, és akkor gyakorlatilag velük kezdtük el ezt a munkát. Itt nem fejeződik be a szeretetünk. A szeretetünk, az ajándékozás nem ér véget karácsonykor, hanem gyakorlatilag mi most kaptunk egy lendületet, és ezt folytatjuk jövő karácsonykor, aztán majd utána is. A Isten megsegít bennünket, jövő éven szeretnénk legalább 500 köbméternyi segéd, ez 5 kamionnyi segéd szétosztani a megyével együtt, és bízunk benne, hogy Isten áldása lesz rajta, és a szeretet nevében szeretetet, örömet tudunk odavinni, ahol nincs. Nagy segítség ez az intézményeknek ahhoz, hogy az ott élő gondozottak kicsit jobb kedvel éljék mindennapjaikat. Mindenki úgy segít, ahogy tud, a mai napi átadásnak. Az volt az alapja, az szolgáltatta az alapját, hogy Hollandiában lakossági gyűjtéssel 500 köbméternyi bútor gyűlik össze a Tiszatavi Református Polgári Kör kezdeményezésére, és ennek az átadása indult el a mai napon. Újszász, törökszentmiklós és pusztataskony részesülhet most elsőként az adományokból, de az a célunk, hogy a megye összes rászorulókat gondozó intézményébe eljussanak azok az adományok, amivel az ott gondozottak életkörülményeit, mindennapjait tudják komfortosabbá és kényelmesebbé tenni. Látszott, hogy óriási szeretet van az emberekben, és ez a különleges pandémiás helyzet, ami manapság különleges sorsközösségre ítélte a Föld teljes népességét. Ez itt Magyarországon, Jászlóskun-Szolnok megyében is megmutatta, hogy milyen ereje van. Egyrészt összefogásnak, másrészt pedig a szeretethez fűződő élményeknek jobb adni, mint kapni, mondjuk sokszor. De nyilván az, amit az ilyen kezdeményezések lehetőségként a lakosság számára is fölkínálnak,
az a szeretet és az adományozás örömének a megélését is magával hozza. Ezért tartom fontosnak, hogy vegyünk részt minden ilyen kezdeményezésben, álljunk az élére, aminek csak tudunk, és minden olyan jószívű adakozót, aki az adományával szeretne rászorulókon segíteni, mindenkit juttassunk célba, hogy megélhesse az adományozás örömét. És ha már adományozás, akkor Karcagra is érkezett 500 000 forint értékben sportmez és sporteszköz a polgári körtől. Még a nyár folyamán vettük föl a kapcsolatot Fodor Gusztáv lelkész úrral, aki a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör vezetője, illetve az ő csapatával, és akkor felajánlotta azt, hogy adományokat tud a városba, a városban lakó rászorulótak részére juttatni. Teltek a napok, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és valóban meg is érkeztek azok az adományok, amely elsősorban bútoradományok, de nagyon sok olyan szociális intézményben használható eszközök, botok, járókeretek, olyan székek, amelyeket ott tudnak használni, is érkeztek a városba, és ezeket természetesen a szociális intézményeink keresztül juttattunk el a karcagi rászorultaknak. Aztán érkeztek ruhaadományok is, amellyel azt gondolom, hogy az őszi-téli hónapokra tudtuk felkészíteni szintén a szociális intézményen keresztül azokat a rászorulókat, akik valóban megérdemlik azt, hogy át is tudják venni ezeket az adományokat, és hát nyilván azért mondom, hogy meg is érdemlik, mert arra használják, amire valóban szánták az adományozók, és amire kapta természetesen a város is. A mai alkalom ennek a folytatása, és ahogy egyeztettünk elnök úrral, lelkész úrral, ez ugye folytatódni fog a jövőben is. Mind a ketten ezen dolgozunk, hogy ez folytatódjon. Tehát a mai napon elsősorban sportruházatot kaptunk, amelyet én azt gondolom, hogy föl tudunk majd használni, szeretnénk felhasználni azoknak az amatőr csapatoknak, elsősorban gyermekcsapatoknak a támogatására, akik nap mint nap megfordulnak a különböző sportpályákon, együtt vannak, fociznak, kosárlabdáznak, játszanak. Ők tudják majd ezeket az adományokat megfelelő módon felhasználni. F. Kovács Sándor köszönetet mondott a Tiszatavi Keresztény Polgári Körnek a kézzelfogható nagylelkű segítségért. A Jászlanykun-Szolnok megyei önkormányzatnak pedig a bútor adományok célba juttatásához és a pakoláshoz. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen itt nagyon jó a kapcsolatunk a lelkészúrral, a helyi református egyházközösséggel, és a kezdetektől fogva tényleg intézményeink, óvoda, idősek otthona, iskola, polgármesteri hivatalhoz bútorokat kaptunk, tehát nagy-nagy segítséget jelent nekünk ez a lehetőség, és mindig, tehát elmondhatom, hogy nagyon sok tiszaderzsi, ahogy a lelkész úr bent említette, idősek, fiatalok egyaránt, amikor híre megy, hogy kamion érkezik, akkor összefogva jövünk és segítünk lepakolni. Megismertük már az adományozók, a holland adományozóknak a társaságát, csapatát, volt szerencsénk személyesen is találkozni, és tényleg azt mondom, hogy egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, úgyhogy én csak köszönni tudok lelkész úrnak, és hálát adni, hogy itt van nekünk, és tényleg mindenbe számíthat rá a település, az önkormányzat. Dr. Halmosi Zsolt rendőr-vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány helyettes az év iskola rendőre elismerésben részesítette Tóth Éva rendőrszázadost, a Karcagi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának kiemelt fővizsgálóját. A díjat a Jászlanykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányságon Szitár Ferenc rendőrezredes rendészeti rendőrfőkapitány helyettes adta át részére. Én 1994. augusztus 1-én szeretem fel a rendőrséghez, akkor Törökszent Miklóson kezdtem, onnan átkerültem Tiszafüredre, és 2016-ban kértem át magam ide a Karcagi Kapitányság közlekedés rendészeti osztályára. Amikor én felszálltam, akkor közlekedési járőr voltam, de a közlekedés mindig jobban csalogatott, sikerült át elhelyezkedni, mint baleseti helyszínelő, és azóta ezen a vonalon dolgozom. Megmondom őszintén, hogy amikor én gyerek voltam, akkor a Rinda film akkor népszerű volt, és hát annak hatása is benne volt az, hogy ezt választottam, ezt a szakmát. Minden ügynek megvan a maga szépsége és hátránya, sosincs egyforma ügy, ezt mindig elmondjuk, hogy nem lehet felkészülni semmire, mindig váratlan dolgok adódnak, nincs egyforma baleset sem. Gyerekekkel nagyon jó foglalkozni, nagyon kedvesek
a gyermekek is odafigyelnek, hogy mit mondok, szeretik az előadásokat, érdekesnek találják, több pozitív visszajelzést is kapta már mind a gyermekektől, mind a pedagógusoktól. Az Országos Rendőrfőkapitányság 2008-ban indította el az iskola rendőr programot, amelynek célja az volt, hogy lehetőség szerint minden általános iskolának legyen egy iskola rendőre, aki közvetlen kapcsolatban áll az iskola vezetésével és a diákokkal. 2008-ban indult az ORFK, az iskolarendőr programját, amiben próbálnak minden általános iskolába iskolarendőrt szervezni, akik segítik az ott dolgozók, tanárok, pedagógusok munkáját. Legfőképpű megelőzés és baleset megelőzés a cél. Jó, a kis településeken főleg fontos ez a rendőri munka, hogy ott a tanárok, pedagógusok előszeretettel keresik meg a kollégákat, segítséget kérnek, hogyha bármi gyerekkel viselkedésre probléma van, nem csak a rendőrséggel kapcsolatos baleset és bűnmegelőzési oktatások megtartásában. Nagyon jó kapcsolat van a iskolarendőrök és a tanárok, illetve az erre kijelölt személyek között. Minden évben próbálunk megtartani kerékpáros közlekedési versenyeket. Sajnos ebben évben a vírus miatt ez elmaradt. Reméljük, hogy jövőre tudjuk mindenhol ezt pótolni. Tóth Éva elmondta, kikapcsolódásként szeret sütni, 3 éve cukrásztanfolyamot is elvégzett. 3 éve elvégeztem egy cukrász tanfolyamot, úgyhogy megvan a cukrász végzettségem. Ez kikapcsolódás szintjén jött, gyermekemnek születésnapjára készítettem az első tortát, és utána ez megfogott ez a tevékenység, és mindenféle csatornán próbálok fejleszteni a képességemen. Egyre többen vásárolnak tudatosan városunkban is. Többen szeretnék elkerülni a karácsonyi sorbanállást, ezért előre megrendelték az ünnepi pékárút. Lacik Dénes Nételevíziónak elmondta, hogy évről évre több megrendelést vesznek fel az ünnepi időszakban. Hát jóval többet sütünk, de az, az igazság, hogy főleg az utolsó napra, mert nyilvánvaló, hogy mindenki a legfrissebbet szeretné. Nem csak kenyeret, de beiglit is többen rendelik meg az ünnepre. Valaki persze pontosan kéri a karácsonyi süteményt. Zsúrkenyeret is, de zsúrkenyér inkább szilveszterre, hát most nem igazán lesz szilveszter, úgyhogy attól elbúcsúzhatunk. Kalács, amiből a legtöbb van, és hát ezen kívül természetesen a kenyérből. Érdemes előre megvenni a hétvégi adagot, mert szombaton nem lesznek nyitva. Csütörtök az utolsó nap, amikor nyitva vagyunk, akkor tudják megvenni, viszont nagyon sok bolt már vasárnap nyitva lesz, és mi már vasárnapra sütünk. Kruc István is rendszeresen itt vásárol, meg is rendelt a speciális direkt kenyerét. Mi általában meg szoktuk rendelni mindig a kenyeret. Nekem van egy kimondott direkt kenyerem az egész évben, megvan, hogy mikor, hétfőn, pénteken, és ilyenkor természetesen karácsony előtt pedig pontosítjuk az összes pékárút, ide beleértem a kiflit is, az esetleges karácsonyi kalácsot is beleértve. Úgyhogy ezt előre meg szoktuk rendelni, és akkor rövid idő alatt tudunk végezni. Nekem az extra igényem az az egy, hogy a család szereti a teljes kiőrlésünk, meg a rossz kenyeret. Én nekem van ez a direkt kenyerem, ami azt jelenti, hogy mikor a többi kenyeret kiveszik a kemencébe, az enyémet még direkt 5 percig benne hagyják, hogy jó sült legyen, és ez a buci kenyér. Ez a másik vásárló azt mondta a televíziónak, hogy a karácsonyi birka pörkölt elképzelhetetlen friss kenyér nélkül. Hát az igazság, hogy a karácsony az nem múlhat el birkapörkölt nélkül se, és a birkapörkölthöz tunkolni nagyon-nagyon jó a friss kenyér. Abban az igazi. Az üzletvezető azt javasolja, aki több kenyeret vesz, nyugodtan fagyassza le, és így biztosan friss lesz, ha hétvégén kiveszi a hűtőből. Hogyan készül a karácsonyi ünnepekre Plusz Csilla, a Kályami intézmény vezetője, és milyen szabolcsi ételek kerülnek a családi asztalra? A vele készített interjúból kiderül. Plusz Csilla szüleivel és testvérével tölti otthon az ünnepet. Minden nagyobb ünnepet azt én a családommal töltöm, Szabolcs megyőben, a szüleimmel és a testvéremmel. Hát milyen szokások vannak? Ugye most az advent időszakát éljük, ez a várakozásnak az időszaka, és ahogy a gondolatsor is mondja, hogy ilyenkor próbáljuk a lelkünket is tisztába tenni, egy kicsit megnyugodni, egy kicsit lelassulni. Hát ilyenkor otthon is, és itthon is, ugye a környezetnek, a lakásnak a rendbetétele, készülődés a karácsonyra, ez a fő program, illetve én minden hétvégén meglátogatom a családomat, és együtt töltjük a hétvégeket, az adventi hétvégeket.
Ez azt jelenti, hogy két fenyőfa is van. Egy itt is föl van díszítve, meg egy otthon is. Ez így van, két fenyőfa is van, és ezzel kapcsolatban el tudom mondani, hogy a fenyőfa díszítés az már évek óta az én feladatom, tehát én szoktam ezt mindig elvégezni, itt Karcagon természetesen, hogy én, de otthon is mindig én szoktam, és a többiek csak rácsodálkoznak, és hál' Istennek nagyon sok dísz van, az évek alatt már összegyűjtött a család, és mindig én döntöm el éppen milyen kedvem van, hogy milyen színűre és milyen dekorációkkal öltöztetem föl a fenyőfát. Ez egy kis kreativitás, és mindig rám van bízva. És akkor most nem tudjuk, hogy milyen színű lesz nem, még. Nem, mert majd az ettől függ, hogy éppen akkor aznap milyen hangulatom lesz, és úgy fogom feldíszíteni a fenyőfát. De egyébként el kell, hogy áruljam, nekem a fenyőfán, ami legjobban tetszik, az mindig a piros és az arany szín. Tehát nekem ez a karácsonynak a színe. De mi lesz az ünnepi menü? Igen, az egy külön kérdés mindig, hogy mi az ünnepi menü, de általában majdnem mindig ugyanaz az ünnepi menü, ehhez ragaszkodik a család. Természetesen nálunk valamilyen finom leves, ez vagy halászlé, vagy finom tyúkús leves szokott lenni, és a főételek közül nem maradhat el a szabolcsi töltött káposzta, ami ugye édes káposztában van töltve, ilyen paradicsomos lével, illetve nem maradhatnak el a sültek. Ez lehet kacsasült, ez lehet pulykasült, ez lehet disznó, de mindenképpen a sült nem maradhat el, és az ahhoz illő köret, illetve a saláták. És az édességek pedig hát a beigli. A mákos beigli, a diós beigli, és az én anyukám még almásat is szokott készíteni, és ezt ugye előtte két nappal már közösen együtt sütjük, azért, hogy elkészüljön, mert nem csak egyet-kettőt, hanem többet készítünk, hogy több napra elég legyen, és emellé ugyebár még a kis apró sütemények, a sajtos tallér, mert az is nagy kedvence a családnak, akkor a hókifli, tehát ezek mindenképpen az ünnepi asztalra, illetve az ünnepi időszak asztalára kerülnek. A fa alatt családja személyre szabott ajándékot talál most is. Így lesz ez az ő esetében is. Mindig elgondolkodom már, én már októberben elkezdem a karácsonyra való készülődést, már akkor elkezdem fontolgatni, hogy vajon kit mivel tudnék igazán meglepni, aminek úgy igazán örülne. Ilyenkor a beszélgetések alkalmával én mindig figyelek. Mert az ember az akarva akaratlanul ilyenkor elszólja magát. Ilyenkor előjön, hogy mire vágyik, mit szeretne, mi lenne, ha milyen jó lenne, ha valamit megkapna, és én ilyenkor nagyon figyelmes szoktam lenni, és abból táplálkozom ilyenkor ünnepek előtt az ajándékvásárlással kapcsolatban. De ugyanilyenek az ön rokonai is, tehát ők is figyelnek, hogy ön mit szeretne? Igen, ők is ilyenek, és én is, megmondom őszintén, boldog vagyok, mikor a fa alatt megtalálom azt, amire tényleg úgy vágytam is, és annak nagyon, nagyon tudok örülni. Az az igazság, hogy az idén most olyan nagy vágyam nincsen, amit egy tárgyban meg lehetne jeleníteni. Most ez az első év az, amikor az a legnagyobb vágyam, hogy egy kis nyugalom legyen körülöttem, és hát hogy lehet, hát kimondom őszintén, ne kelljen sokat gondolkodni, hanem csak élvezni lehessen az ünnepnek a hangulatát, és együtt lehessek a családommal. Hát akkor mi kívánjuk, hogy ez a kívánsága is teljesüljön, és boldog ünnepet a szerettei körében. Én nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek, aki esetleg ezt a riportot nézi, békés áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Elsősorban egészséget, hiszen most nagyon nehéz időket élünk, és kívánom, hogy mindenki őrizze meg az egészségét, és aki beteg lett, az pedig hamar gyógyuljon meg. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!